Hazaindulásom előtt egy nappal a Ryanair közölte, hogy törölte Budapestre tartó járatomat. Így hát gyorsan kellett döntenem, és vettem egy jegyet Bergamóból, ami Milánó mellett található. Iszonyatosan jók az olasz vonatok, 400 km per órával is képesek suhanni, így Bologna érintésével 2 óra alatt jutottam el egyik városból a másikba. Tehát mivel a járatomat törölték Pisából, ezért Milánóba jöttem, és most itt leszek egy, hát mondhatjuk, hogy fél napot, ugyanis holnap reggel fog indulni a gépem Bergamóból. Ugye szoktak lenni ezek az egynapos kis Milánók, amiket én mindig kihagyok, tehát most megpróbálom fél nap alatt bejárni. Meglátjuk, hogy megy. Összeszedtem néhány dolgot így hirtelenjéből, ugyanivel, hogy én nem ide terveztem jönni, ezért nagyon sok dolgot nem tudtam összeírni, de a főbb látványosságokat mindenképpen megnézem. Egy biztos, a levegő sokkal jobb, mint Firenzében. Firenzében kicsit így be volt állva egyébként a levegő, ugye. Mégiscsak Toszkánában voltunk, és majdnem 30 fok volt, ami 40-nek érződött. Ott a régi villamos. Viszont ugye itt az időjárás teljesen más, az Alpok közelsége miatt jár a levegő és van szél. Első állomásom a Giardini Publici volt, a nyilvános kertek, Milánó legnagyobb zöld területe. Ez egy 18 hektáros park és remek hely a pihenésre. Itt található a Természettudományi Múzeum épülete, ami korábbinak tűnik, de csak historizáló stílusa miatt, egyébként a 20. században emelték. Utamat a belváros felé folytatva botlottam bele az Arci di Porta Nuovába, a város két még meglévő középkori kapujának egyikébe. És akkor most jöjjön egy nagy látványosság, a második Victor Emmanuel Galleria, Olaszország legrégibb, még mindig működő kvázi plázája. Ez voltak éppen egy passzázs, és Milánó szalonjának is nevezik, exkluzív üzletei miatt. Elképesztő épület, még akkor is, ha tudjuk, hogy tervezője Mengoni, építése közben lezuhant az állványzatáról. Na most, hogy így elrontottam a hangulatot, folytassuk tovább. Sokan vannak, rengeteg fotó készül itt, lehet azt is készíteni, de tudsz olyat is, amin te fotózkodsz a fotózkodó turistákkal. A hagyomány szerint, ha 3-szor megpördül valaki egy sarokkal a torinói címerbika heréjén, az szerencsét hoz neki. Mondjuk ez eléggé károsítja azt a szerencsétlen mozaikot. Innen már csak néhány lépés a nagy szenzáció, a Milánói Dóm. Hatalmas épület, könnyű eltörpülni mellette. 600 éven át építették, 1386-ban fogtak bele a nagy munkába. 135 csipkézett tornya van, és 3400 szoborral díszítették. Ha megnézzük, leginkább egy királyi koronára emlékeztet. A belépéshez jegyet kell váltani, ami nem olcsó, de az élményért teljesen megéri. A belső terek lélegzetelállítóak, valami elképesztő az egész templom hangulata.
A kombinált jegy megvásárlásával lemehetünk a nemrégiben felfedezett, alsó szinten található részbe is, ahol voltak éppen egy régi város elevenedik meg előttünk, benne egy ókeresztény templom romjaival. Ha felszeretnénk jutni a tetőre, megmászhatunk 201 lépcsőfokot, vagy sunyi módon felliftezhetünk. Itt még beszélnék egy kicsit a történetéről. A dóm az olasz gótika egyik legszebb példája, stílusa azonban rengeteg másikkal keveredett építése közben. A világ ötödik legnagyobb temploma, és a Szent Péter Bazilika elkészültéig Olaszország legnagyobbjának számított. Kupola tornyának, a kis Madonninának köszönhetően kicsit magasabb a mi országházunknál, annak 100 méter feletti magasságával sokáig volt a város legmagasabb épülete. A hagyomány szerint a Madonninánál nem lehet magasabb pontja a városnak, ezért a később megépült Allianz felhőkarcoló tetejére ráhelyezték annak másolatát. Na így kell kijátszani a hagyományokat. Lehetne még beszélni tornyairól és érdekességeiről, de helyette inkább csodáljuk tovább a dóm részleteit és Milánó elképesztő panorámáját. Volt még egy kis időm, amit nem akartam haszontalanul tölteni, ezért metróra pattantam, hogy még egy utolsó dolgot megnézzek. Beszereztem a nélkülözhetetlen mágneseket, majd elindultam a Sforza kastély felé. Az épület jelenleg látható formáját Francesco Sforzának köszönhetjük, aki a 15. században épített át családi rezidenciából voltak éppen védelmi bástyává. A sors aztán úgy hozta, hogy mégis uralkodói palota vált belőle. Milánó virágzott a reneszánsz idején, többek között Leonardo da Vinci is dolgozott ezen falak között. A Sforza palota nevet csak a 19. században kapta, mikor is a város tulajdonába került. Az egykori uralkodói rezidenciában napjainkban múzeum és képtár található. A Porta San Pione szimbolikus lesz most tehát innen a kastély kertjéből, amely nem csak a történelmi belváros, de ezen utazásom lezárását is jelenti.